Két egymást követő olimpiáról is hiányzik majd a magyar női kézilabda válogatott. A VB 11. hely után a szurkolói fórumokon a harag a magyar edzőkre is zúdul. A többség külföldi kapitányt követel, ahogyan a férfiak éppen azzal próbálják meg a riói csodát. Mocsai Lajos pedig légiós korlátozást javasol. Kovács László Beggyőztes edző most a válságról. Persze, ha válság van, jó reggelt kívánok. Jó reggelt, mester. Kívánok. Hát válság van? A magyar kézilabda van most? Ez egy hatalmas pofa volt. Most felerősített ezt a felhangot, az igazság. Beszéltünk válságról. Beszéltünk. Hát azért az, hogy mondjuk az esélye annak, hogy egyik csapatunk sincs ott egy olimpián, az mindenképpen egy nagyon komoly válság tűnik. A nők VB szereplése számodra meglepetés volt, vagy számítottál arra, hogy van egy ilyen forgatókönyv is, ez is benne van a játékukban? Az, hogy a végén nem érnek oda a legjobb pozíciókba, arra én számítottam. De az, hogy ilyen hamar eltávoznak a küzdelemből, arra nem számítottam. Tehát, hogy körülbelül arra számítottál, hogy azért a 8-ba benne 8-ba lesznek, benne. Igen, de arra nem, hogy 4-be lennének. Akkor semmiképpen. Miért? Azért nem, mert ez a csapat olyan vékony jégen táncol, ami ki is derült. Sorsdöntő mérkőzésen a lengyel csapat ellen, ugye, hogy a Tomori és a Görbic kiesésével a csapat teljesen meghalt. Tehát túlságosan kulcsembereitől függ ez a csapat. Úgy van, úgy van. Tehát amikor azt hallottuk a VB előtt, hogy milyen jó, hogy van egy olyan garnitúránk, amelyik jól cserélhető, és immár nem csak néhány kulcsemberünk van, ez nem mutatkozott igaznak. A kulcsembereknek még kell egy kis idő, amíg oda juthatnak, akiket kulcsembereknek nevezünk. A jövő kulcsemberei. Igen, jövő kulcsemberek nevezünk. Nekik még kell egy kis idő, meg felelősség teljes játék. Bizonyos komoly mérkőzéseken, itt a gond az volt, hogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit ér a csapat. Hát játszottunk Finnországgal, Szlovákiával, csehekkel, ukránokkal, Ausztriával, nem volt erőfelmérés. Ez egy nagyon nagy hiba. Komoly ellenfelek ellen nem kellett volna a csapatot megmérni, igaz? Van. Nekem volt egy példaképemnek mondhatom, egy igazán kitűnő jugoszláv edző volt még annak ide, Vladó Stencil. Megverett a csapatát direkt, mert olyan erős csapat, hogy senki nem tudta volna megverni. Olimpia előtt megverett a csapatát. Úgy cserélt, úgy rakta össze őket, hogy kikapjanak, hogy észre szérjenek. Mindig 10 gólan nyerünk, 10 gólan mindenki elhitte, hogy valami nagy csoda történik. Hogyha összehasonlítjuk azokkal a gárdákkal, jelesül elsősorban a norvégokkal, de néhány más előrébb végzett csapattal is, mondjuk a románokkal, igen, hogyha csak a térségre akarunk nézni, igen, akkor mi az, amivel le vagyunk maradva, vagy ez a csapat, ez a garnitúra le van maradva? Én a legjobbakhoz szeretném érni. Akkor maradjunk a norvégokkal. Norvégia, sajnálom az oroszokat, mert meggyőződésem szerint egy nagyon jó rossz játékvezető küldés volt, mert miután először elverték a norvégokat, ha jól emlékszem, a csoportmérkőzések során a szövetek, utána nem lett volna szabad odaengedni egy sorsdöntő meccsre a norvég játékvezetőket. Uh-huh. Summa summarum, én őket vártam, ezt a két csapatot vártam a döntőbe, nagyon erősek, nagyon jók. De mint minta, mindenképpen a norvég talán a legcélra vezetőbb azt venni, mert lenyilatkozták most, nem tudom hányadszor, hogy mennyivel többet edzenek, mint a mieink. Bár tegnap azt hiszem, vagy tegnap előttem hallottam valakit, hogy Németh András azt mondja, 4-et edzenek hetente. 4 labdás edzés, amikor közösen dolgoznak, csorda munkába, úgymond, idézőjelben. De a fizikai felkészítés meg ő maga fut. Ő maga megy el, erősítve, van neki egy programja, amit neki meg kell csinálni. Tehát ez nem igaz, úgyhogy ott kint a világbajnokságon lenyilatkozt, hogy súlyzós edzést tartottak. Erősebben mennek vissza, komolyan mennek vissza, mint hogy eljöttek a klubjaikból. A fizikai felkészítés hiánya, ennek apostola vagy, és mindig is az volt. 50 éve. 50 éve. Ez a magyar kézilabdában egy hiányosság? Ez óriási hiányosság. És amikor erre az a válasz, hogy hát ez egy játékos kézilabda, meg kreatív, és nem kell ilyen szovjetesen szétterhelni magunkat, ez messze nem igaz? Ez messze nem, réges-régen nem igaz. Akkor nem volt igaz, amikor bennünket, mint játékos elnézést beszélek, hülyére vertek bennünket a csehszlovákok, a románok, a szovjetek, a NDK-ról nem is beszélek. Mindegyik sokkal erősebb volt nálunk. Hát én onnan merítettem azt, hogy nem igaz, hogy mi ennyire gyengébbek vagyunk.
Én elkezdtem, először titokba jártam magam erősíteni, mert tilos volt, nem tudtam rávenni egyetlen egy edzőt se, a klubomba is, meg a válogatottba is, kosárlabdából jött edzők voltak, akik azt hitték, hogy a sok csiki-csuki meg nagy figurával majd lehet. Lőttünk bele egy gólt, vagy kettőt, és utána az ösztönből lőttük a többit. Na szóval magyarán mondva, ebben most sem változott a kézilabda, ez meggyőződése, de a fizikai felkészítésre nagyobb. Baj, a nagyobbik baj, hogy az utánpótlások, akinek legalább heti három erősítő munkát kéne végezni. Nem tud végezni, mert játszik 4-5 meccset. És amúgy még az se lenne baj, hogy játszik meccset előtt, menjen el dolgozva. Tehát nagyon fontos, hogy nyerjen délután 20-12-re valaki ellen. Ja, megint ez az utánpótlásban erőltetjük az eredménykényszert. Eredménykényszer, nem lenne szabad díjazni az utánpótlás. Azt kell díjazni, aki minél több gyereket foglalkoztat. Nem azt, hogy milyen eredményt ért el. Hát ez kísérletesen hasonlít arra, amit most mondasz, hogy itt van egy sikersportág, a futball meg régen válságban, és ott régóta mondják azt, hogy pontosan ez a probléma, de ezek szerint akkor ez a kézilabdában is jelen van ez a probléma. Az utánpótlásban eredménykényszer van, és nem figyelnek oda ilyen módon a gyerekek egyéni képzésre, meg fizikai felkészítésre. Még a mérkőzés napján is kellene edzeni. Még a mérkőzés napján is, akkor lenne teljes a dolog. Na most Mocsai Lajos itt volt nálunk múltkor, és azt mondta, hogy azt is látni kell, hogy ugye mentálisan ez a női válogatott is gyenge volt, és általában is a magyar kézilabdáról azt lehet elmondani, hogy edzőink is, játékosaink is mentálisan kellene, hogy erősebbek legyenek, az edzőinket is lehetne képezni ilyen szempontból, hogy nyomás alatt jobban tudjanak teljesíteni, utalt itt mondjuk a kapitányra. A magyar férfi edzői, magyar edzői gárda az az óriási gond, hogy meg van kötve a keze. Legalább 5 dolognak kell megfelelni. Meg kell felelni a szponzornak, a játékosnak, a közönségnek, a médiának, és nem is tudom még kinek, de ennyi felé nem lehet lekötelezve egy edző. Most ha valaki elkezd dolgozni, 2 öreg lánya a csapatba összedugja a fejét, és elszaladnak a sponzor, hogy hát ez az ember tönkretesz bennünket, nagyon sokat edzünk. Igen, na edző mehetsz a fészkes fenébe. Tehát így nem lehet dolgozni. A külföldi edzők jobbak, mint a magyarok? Félne, hát beleöltek egy csomó pénzt, és minden külföldi edző hoz magával játékost. Meg kell nézni. Mindenkinek van egy játékosa, vagy legalábbis volt egy játékos, mikor idejött. Vagy 4. És attól nem lehet megválni, mert viszi magával a játékost is. Na most ilyetén módon egyetértesz Mócsai Lajos felvetésével? Messze menne. Hogy légióstopp, vagy messze csökkenteni kell a légiósok messze számát? Messze menne. Hát ha igaz, amit hallottam, én nem tudom, pontosan, Spanyolországban nem lehet több, mint a fele játékos. Igen. Nem lehet több idegen légiós. Arról nem beszélve, hogy az edzők nem engedik maguk közé a külföldit. Egyszerűen egy olyan gentleman agreement, nem lehet külföldi edző ott. Most ehhez képest még nálunk tegnapi hír, hogy a Szeged, a férfi csapat a Veszprémhez történő felzárkózás egyében ugye újabb légiósokat igazol. Úgy tűnik, hogy klubszinten 2 érdek feszül egymásnak. Én legalábbis így látom. Ezek a klubok elindultak egy olyan nemzetközi piacon, ahol azonnal is gyors és nagy eredményeket akarnak elérni. Ehhez kész menő sztárjátékosokat igazolnak az európai piacról. Viszont a magyar játékosok nem kerülnek be ezekbe a csapatokba. Hol fog felnőni az utánpótlás? Tudomásul kéne venni a szurkolóknak, hogy a magyar kézilabda válogatottak nem fognak olyan jól teljesíteni tartósan, ez az ára annak, hogy ezek a kirakat klubok meg jól teljesítsenek? Ez a helyzet? Igen, a kirakat klubok úgy vannak, hogy amikor az ő klubjuk nyer, akkor nagyon boldogok. De a másik klub nyer, messze nem olyan boldogok. Tehát itt nagyon szorítkozik az egyesületi viszonyulás, hogy ő most boldog. Mindenkinek boldognak kéne lenni, ha a válogatott nyer, mert ez egy országos ügy. Nyilvánvaló, majdnem minden klubba a szurkolóknak a zöme szeretné a válogatott jól szerepelne. Szeretné. Hát persze, hogy szeretné, csak hát... És annak örülne, mindegy, hogy honnan jött az a válogatott, melyik klubból jött. De azt szeretné, hogy jól szerepeljen, de ennek ez lenne az ára, hát hogy engedjük oda. Hát megint a futballt vesszük, a Premier League teli van külföldi sztárokkal, az angol válogatott meg nem igazán nincs. Fényes, sehol valami hasonló helyzetben lehetünk mi is. És visszatérve a Szegedre, bocsánat,
Néztem valamelyik meccset. Egyetlen egy magyar volt a pályán. Egy magyar volt a pályán, senki több. Hát ez a tendencia, azért mondom, edzőben hát is, játékosban is, a női NB1-ben például 4-5 külföldi edző is van a kispadokon. Én Baja Márinak szurkoltam. Ott a Tatai, a Iváncsik, a Császár. Kijött a mesterből az Íredent a nagybányának kell. Bocsánat, ez több magyar van benne, mint a mi legjobb magyar csapataim. De hát most azért azt valószínűsíthetjük, hogy Németh András lemondása után a nőknek is például egészen biztosan külföldi kapitánya lesz, nem? El tudom képzelni. Vannak alkalmas magyar szakemberek, akik el tudnák vinni ezeket a válogatottakat? Nem akarom őket hátrani és helyzetbe hozni, mert akit én még ajánlottam, azt soha nem fogadták el, úgyhogy inkább nem teszem. Vannak, persze, hogy vannak. Tehát föl lehet építeni fiatal magyar edzőket is? De a magyar, fiatal magyar edzőt kell odarakni a vezetőedző mellé. Bocsánat, a személyes példára, mint annak idején a Mocsai Lajos ott ült mellettem, és úgy nőtt föl, hogy látta, meg csinálta. Hát igen, aztán úgy ugye kapott bele. Így egy jó felkészített vasas női csapatot, meggyőzelem, aztán kapott utána ugye... Utána a Honvédot megkapta. Igen, kapott egy férfi válogatottat, az a VB-ezüst. És szépen bele nőtt ebbe a feladatba. Úgyhogy ez egy ilyen... De nem azt kell magam mellé tenni, a jó öreg haveromat, aki esetleg tud úrtizni, és meg összejövünk, és akkor nagyon jól érezzük egymást. Olyat kell oda tenni egy fiatal, ráadásul mögött, aki mell is ellen mondani. Én biztatom rá, hogy mondja meg, hogy mi a véleménye. Nem az, hogyha ellen mond, akkor kiteszem a szűrét. Hát kis, tényleg nagyon hasonlít a futballhoz ezek szerint a probléma. Miért lenne más? Van még egy komponens. Itt van egy olyan komponens, a játékos ügynökök. Na ez a másik. Hát mit ér, mi az érdek a játékos ügynök? Minél több játékos mozgasson. Nek azután jön a pénze. Na mindezek fényében végül hadd kérdezzem, hogy az a csodának neveztem, hogy Rióban egy csapatunk ott legyen. Jelesül a férfiak, másoknak hát van esély. Nagyon jó lenne. Meg lesz ez a csoda? Mit gondolsz? Imádkozunk érte. Ott, mintha látnánk valami olyat, hogy van egy külföldi edző, van mellett egy fiatal magyar edző, és fiatal játékosok azon. Ez egy jó felépített dolog, úgy néz ki, szurkolunk nekik maximálisan. Hát az esély halvány, de hát... Halvány, nagyon nehéz csoport. Kiesett az egyik játékmesterünk, Balogh Zsolt, aki kritikus pillanatokat tud gólt hozni, most műteni fogják. Nagy hiányát fogjuk érezni szerintem. Hát meglátjuk minden esetre. Nem jó a helyzet. Köszönöm szépen, hogy itt volt, mester. Áldott ünnepeket kívánok. Viszont.